szerintem nekünk itt a középsőn kell elmennünk. Ja, aztán majd csak megtaláljuk. Hévízen tartották a Zalai Tavaszkupa tájékozódási futóversenyt. A tájfutás lényege, hogy a pályán kitűzött ellenőrző pontokat minél gyorsabban és megfelelő sorrendben kell érinteni a versenyzőknek. Mindezt a pontérintő rendszerrel tudják igazolni, az ellenőrző pontok közötti útvonalválasztáshoz pedig térképet kapnak segítségül. A mostani versenyre több mint 100-an neveztek a megyéből és a megyén túlról egyaránt. A különlegessége a mostaniak talán az, hogy a délelőtti rövidtávú futam után, de utána egy úgynevezett középtávon versenyeznek a versenyzők, ahol például a felnőttek 5 kilométeres légvonalban, 5 kilométeres versenypályán fognak futni. Ez egy kicsit izgalmasabb, kicsit hosszabb, több feladatot kapnak a tájékozás során, és talán még az érdekesség az, hogy most a tó fürdő területére is bemehetnek a versenyzők, ugye most nem zavarunk senki fürdőzőt, mint a nyári időszakban. A sport szerelmeseit a hideg időjárás sem riasztotta vissza, mindent beleadtak, hogy minél hamarabb elérjék a célt. Mint mondták, nem volt egyszerű a mostani pálya, fizikailag és szellemileg is jelen kellett lenni. Én nagyon kezdő vagyok, úgyhogy én csak tanulok, de hát nyilván a gyors gondolkodás, meg ehhez a pályához egy nagyon nagy állóképesség kell, mert nagyon kell futni. Sok volt a szint, az okozott nehézséget, de összességében jó volt. Te egyébként mióta űzöd ezt a sportot és mit szeretsz benne? Hát 2 éve, 1,5 éve. Hát szeretem, hogy a természetben futunk, hogy izgalmas, hogy csipogtatni kell, és hogy pályák vannak, szóval tök jó. A tájfutás egyre népszerűbb az amatőr sportolók körében. Amellett, hogy egészséges életmódra nevel, tájékozódási képességünket is fejleszti. Igen, még igen. Az